Friss a szántás azon az önkormányzati területen, ahol a jövő évben elkezdődhet a börtönépítések Kemecsén. Itt 500 fős lesz az intézet. A településen élők közül van olyan, aki örül a beruházásnak, de van olyan is, aki tart attól, hogy börtön lesz Kemecsén. Én nem félek tőle egyáltalán, azért a közbiztonság nem úgy van, hogy szaladgálnak majd az úton félen. Nekem ez a véleményem. Hogy én kimondtam örülök neki, mert beruházás, munkalehetőséget teremt. Hát örülök neki. Ennyit tudok csak mondani. Mit vár tőle? Hát, hogy az embereknek lesz munka. Hát, nem tudom, engem zavarna maga a tudat, hogy itt börtön van. A polgármester korábban azt mondta a Kölcsei Televíziónak, hogy munkahelyeket teremt a beruházás. Ezért pályáztak, és ezért ajánlottak fel a leendő ipari parki területből 4 hektárnyit. Most a sajtó nyilvánosságban megjelent egy 500-as ellátotti létszám. Annak idején, amikor a pályázat kiírása történt, akkor egy 650 fős ellátotti létszám volt. Hát ezek még most körvonalazódik, gondolom, amikor majd itt ugyebár az előkészítés szakaszában mélyen bele fogunk majd lendülni, akkor fognak ezek a számok körvonalazódni. Természetesen ez megfelelő kiszolgáló személyzet, tehát azt jelenti, hogy munkahelyeket is teremt maga ez az intézmény, ez a létesítmény. Annak a létszáma egy olyan 200-250 főre tehető. A másik helyszín Csenger lesz, ott is egy 500 fő befogadására alkalmas börtön épül. Szükség is lesz a férőhelyre, mert például a nyíregyházi börtönben a parancsnok tavalyi beszámolója alapján a 142 helyre 229 fogvatartott jutott. Ez 161%-os kihasználtságot jelentett. Ennek ellenére komolyabb fegyelemsértés nem volt az intézetben. Nem ilyen nagy a zsúfoltság a 8 éve épült tiszalaki börtönben. Itt a 770 férőhelyen jelenleg 750 fogvatartott van. Országosan is különleges például az úgynevezett apak körlet, ahol csak vallásos rabok vannak. Én is itt értem meg ezen a körleten, és itt több időt tudunk a biblia tanulmányozással foglalkozni, és egymást tudjuk tanítani. Többen járnak be kint élőből is tanítók hozzánk, és itt több ismeretet teszünk szert. A tiszalöki börtön parancsnoka azt mondta, saját vallási regulák szerint él itt 15 fogva tartott. Nem volt még arra példa, hogy innen valaki kikerült volna valamilyen fegyelemsértés elkövetése, vagy bármi más ok, indok miatt, és bekerülni pedig igen, nem egyszerű. Kemecsén és Csengerben a tiszalökihez hasonló modern börtön épül. 2017-ben kezdődik, és 2019-ben fejeződhet be a beruházás mindkét településen.